Nem történt úszítás, ezért bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a rendőrség a tavaly augusztusban Devecserbe szervezett, nemzetinek nevezett felvonuláson. A Helsinki Bizottság kapott erről értesítést, mivel ők kezdeményezték az eljárást. Ők úgy látták, hogy a devecseri beszédek és az ottani felvonulás úszító volt és alkalmas arra, hogy az indulatokat felkorbácsolja. A Jobbik által szervezett megmozduláson a szélső jobboldal számos magát vezetőnek nevező szónoka. Egyebek mellett arról szólt, hogy a cigányság kódolva van a bűnözésre, ki kell őket söpörni az országból, vagy éppen meg kell tőlük védeni a fehér fajt. Tavaly augusztus 5-ére szervezett a Jobbik felvonulást Devecserbe, hogy fogalmaztak, az együttélési normákat betartani képtelen cigány bűnözők elleni fellépés érdekében. Az itt elhangzott beszédeket tartotta jogellenesnek a Magyar Helsinki Bizottság, ezért kezdeményezett eljárást mondván, hogy a tetlegességig fajuló, kődobálással párosult erőszakig vezető gyűlöletkeltés felelőseit felelősségre lehessen vonni. Elég volt abból, hogy a tisztes adófizetők pénzén eltartott cigányság visszaél azokkal a jogokkal, amelyeket számukra folyamatosan biztosítanak az egymásváltó kormányok. Vonulás közben az egyik lelkes tüntető még a demonstrációt szervező képviselőt is fejbe dobta egy kővel, de volt, aki egészen a fehér faj kiirtását vizionálta. Mi szó szerint hülyíti, lázítja a cigányokat az össztépi társadalom ellen. Ez egy országos, sőt egy világkoncepció, melynek a lényege az, hogy a fehér fajt eltöröljék a földszínéről. Ilyen és ehhez hasonló mondatokat sem tartott a rendőrség bűncselekménynek. Írásos tájékoztatásuk szerint, idézem, közösség elleni izgatás büntette a nyomozás adatai szerint tényállási elemek hiányában nem valósult meg. Olyan mondatok hangzanak el, amit azért jóérzős ember megismételni se szívesen tesz. Tehát, hogy azért egy eltaposásról, kiírtás, élettérből való kiírtás, ugye közvetlenül ott a helyszínen, amik nem értelmezhetők máshogy. Ezért szerintem különösebb jogi végzettség sem szükséges, tehát teljesen világosan gyűlöletre úszító magat kijelentések hangzanak el. A Helsinki Bizottság jogi képviselője szerint a rendőrség nem értékelte megfelelően a bizonyítékokat, és nem vette tudomásul a beszédek gyűlöletre úszító tartalmát sem, ezért a nyomozást megszüntető határozat ellen panaszt tesznek. Alkotmánybírósághoz fordul a Tett és Védelem Alapítvány a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság döntése miatt. A szervezet társelnöke nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a rendőrség folyamatosan szemet huny a gyűlöletkeltő és rasszista megnyilvánulások miatt. Szerintük a devecseri eset is azt mutatja, hogy rossz a jogszabály és a jogalkalmazás, így a kisebbségeket képviselő szervezeteknek egyetlen lehetőségük maradt. Valamit kell tenni. Ezt mi szeretnénk megtenni. A Tett és Védelem Alapítvány társelnöke szerint határpontra érkezett a kisebbségek ügye Magyarországon. Bodnár Dániel nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta, a rendőrség folyamatosan szemet huny a gyűlöletkeltő és rasszista megnyilvánulások miatt. Szerinte nem csak a gyűlöletkeltéssel kapcsolatos jogszabállyal, hanem a jogalkalmazással is gondok vannak, így egyetlen lehetőségük maradt. Konszenzus van közösségeink között, hogy alkotmánybírósági beadvánnyal forduljunk az alkotmánybírósághoz, és azt az elmúlt 17 évben kialakult joggyakorlatot, amelyik a gyűlölet bűncselekmények kapcsán a magyar jogszolgáltatási rendszernek a sajátja, azt lehetőségeink szerint és szándékaink szerint egyszer és mindenkorra felülírjuk. A Roma Verzitas igazgatója azt mondta, azért is fordulnak alkotmánybírósághoz, hogy kiderüljön. A testület is olyan cinizmussal kezeli-e a jogszabályokat, mint más hatóságok. Ez a határozat egészen jól illeszkedik abban a sorban, amely folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy a rendőrség tétlenül szemléli, amint szélső jobboldaliak terrorizálják a roma közösségeket Gyöngyöspatán, kőzáport zúdítanak egy cigány családházára Devecserben, Cegléden éjszakai támadást indítanak a helyi cigányok ellen, Konyáron pedig mi meglepő kiskorú iskolások gyermekeket félemlítenek meg. Az alapítvány napokon belül elkészíti alkotmánybírósági beadványát, és azt nyilvánosságra is hozza.